Szepesi Tibor a köszöntés után jó versenyzést kívánt a fiataloknak és rutinosabb gépészeknek, majd elkezdődött a verseny, ahol a pálya nem is volt egyszerű. A vizes árokból volt, aki csak másik traktor segítségével tudott kijönni, így a nézők igen látványos versenyt láthattak. A zuglógerben a gyerekekre is gondoltak, hiszen kézműveskedés, népi játszótér és a Csimota zenekar koncertje is várta őket a nap során. Dániel Csaba, a traktoros ügyességi verseny szervezője, a következőket mondta el a látottakkal kapcsolatban. Gyakorlatilag elmondhatom, hogy tizen évvel ezelőtt az akkori polgármesterrel jött egy gondolat, hogy valahogy az akkori lovasnapot egy picit lendítsük fel. Hát most ez olyan jól sikerült, hogy már nem csak karcagi, hanem karcag környéki, kunhegyes és más városokból is elég sok nevező. Rekordszámú nevezőnk volt, 30 fő feletti nevező jelent meg ma a traktoros ügyességi versenyen. Alapvetően két kategóriában engedjük indulni a versenyzőket, 120 lóerő alatti és 120 lóerő feletti kategóriában, illetve még a 120 lóerő alatti kategóriában megfelezzük, illetve a irányváltó és irányváltó nélküli kategóriát hoztunk létre. Úgy gondolom, hogy teljesen jó ezeknek a gépészeknek, hogy megmérettetik úgymond a tudásukat, erejüket, félig meddig a gépek által, mégiscsak a tudás az, ami ilyenkor valahol számít. Tervek azok mindig vannak, aztán vagy sikerülnek, vagy nem. Nyilván tovább szeretnénk folytatni, ha és amennyiben Kvácsakváros polgármestere, illetve a szervezők egy része viszi tovább, már pedig miért ne vinnék, én úgy gondolom, kell ez a rendezvény Kvácsaknak. Mindenképp tovább szeretnénk, aztán tanultunk az idejéből is, egy kicsi baki történt úgy ide a második vizesároknál, azt majd egy picit átszervezzük, átfejlesztjük, és akkor jövőre nem kettő, hanem három vizesárokkal indulunk neki a pályának. Az eredmények a következőképpen alakultak. 120 lóerő alatti kategória irányváltós. Első helyezett lett Horváth Csaba, a második helyet Tóth Péter Pál tudhatta magáénak, amíg a dobogó harmadik fokára Kuruc Attila Balázs állhatott fel. A 120 lóerő alatti kategória nem irányváltós megmérettetésének az eredményei. Első helyezett Sebők Lajos, második helyezett Somogyi Tibor, harmadik helyezett Vince Mihály. A 120 lóerő feletti kategóriában első helyezett lett Szabó Sándor, a második Kolozsvári Milán, a harmadik helyet Berényi Gergő vihette el.